Megkezdték az áprilisi testületi ülés napirendi pontjainak tárgyalását a Paksi Önkormányzat szakbizottságai. A Bordács József vezette humánpolitikai bizottság is megtartotta ülését, melyen többek közt a Bóbita bölcsőde és az Életfa Idősek Otthona intézmény vezetőjének 2017. évi beszámolója, valamint a szervezeti és működési szabályzat módosítása is napirendre került. A bizottság emellett 4 pályázati felhívás közzétételéről határozott. A fiatal szakképzett pályakezdőknek a letelepedési támogatására kiírtuk a pályázatot. Ez az idén már 22 millió forintos kerettel, tehát a képviselőtestület már korábban ugye szavazott ennek a keretnek a megemeléséről, hiszen erre minden évben nagyon nagy az igény. A szakképzett pályakezdők letelepedési támogatása mellett a grémium az esélyegyenlőségi, a kulturális, valamint a szociális és egészségügyi területen érintett civil szervezeteknek, alapítványoknak, közalapítványoknak, egyesületeknek támogatására is közzétette felhívását. A keretösszeg az említett pályázatoknál összesen 16,5 millió forint. Mindegyik pályázatot két fordulóba fogjuk írni, tehát nem csak a letelepedési, hanem az imént említett 3 pályázatot is, tehát lesz majd őszi forduló is. Úgyhogy biztatom az egyesületeket, civil szervezeteket, alapítványokat, közalapítványokat, hogy a Paksváros honlapján figyeljék, hiszen meg fog jelenni holnaptól a kiírás, és bátran pályázzanak, várjuk a jobbnál jobb pályázatokat. Reméljük, hogy sok lesz belőle, és hát tudunk is sokat támogatni. A felhívások első fordulójára a beadási határidő egységesen május 11-e. Az ülésen a továbbiakban a Városi Múzeum igazgatói állásával kapcsolatban is pályázati kiírásról határozott a grémium, majd munkáltatói kölcsönökről döntött a Humánpolitikai Bizottság. A képviselőtestület április 18-án szerdán 16 órakor tartja soros összejövetelét, amit a Paksi Televízió élőben közvetít.